Engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Én szeretem köszöntök minden kedves érdeklődőt. Szabó Gézának hívnak, a Szekszárdi Vasinszki Mór múzeumban vagyok, régészfő múzeumos. Mielőtt az előadásnak a szakmai részébe belevágnánk, engedjük meg, hogy egy kis személyes bevezetővel, visszaemlékezéssel kezdjem, hiszen az a téma, az az anyag, amiről beszélni fogok, egyetemi szakdolgozatom alapja volt. Ennek már több mint 40 éve, és akkor 7 kerámia töredék került elő, és ez a 7 kerámia töredék végig is érte gyakorlatilag az egész életemet, pályafutásomat, és egy visszatekintése is alkalom volt az, hogy most ezeket újból elővettük, hogy pár szót ejtsünk róla. Az egyetemet Szegeden végeztem, és itt a környékben számos máshatáson vettem részt, illetve hallgató továbbtársaimmal gyakran kirándultunk a Dunántúlra is, ahol több lelőhelyen római szarkofág lemetmentésében, 8 kísérletek feltárásában vettünk részt. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy itt a környékben Szentes, Csongrád, Argyő feltárásain dolgozhattam, és olyan professzor mellett tanulhattam, mint Fodor István tanár úr, római iratok tanár úr, vagy az ásatásokon Balán Tamártal, Vörös Gabriellal, vagy a fotókon talán felismerik sokan a Fáji Érénkét is, akivel szintén még terve is találkozhattunk. Lehetőségem jött arra, hogy részben egy szovjetunióbeli részképzésen vehessek részt, ahol Ábrám Davidovics Stolyák professzorunknak köszönhetően megismerkedtem az őskori művészet kialakulásának történetével, azzal kapcsolatos ismeretekkel, illetve bejárhattam a Balkán és Európa jelentős részét. Egyetem után Szekszárdra kerültem a Vasinszki Múzeumba, ahol telfeltárásokon, az első vizalt egy égészeti feltáráson vettem részt, illetve voltam annak egyik vezetője. De eljutottam Szibériába és Barguzinba, ahol a sokat vitatott hetes sír feltárásánál dolgoztam, és hát a mai napi vita tárgya, hogy aki ott előkerült, az Alekszandr Sztyepanovics Petrovics azonosítható el a magyar Petőfi Sándorral. A bronz kincsletek feltárása, feldolgozása során egyre inkább az apró részletek felé fordult a figyelmem, így kerültem Bradfordba, Angliába, ahol aranymetallurgiával foglalkozhattam, Mark Pollard, illetve Jerry McMahon vezetésével. A 90-es, majd 2000-es évektől a nagy feltárásokon már olyan kollégákkal dolgozhattam, akik önök is jól ismernek, hiszen itt dolgozik közülük Csányi Viktor, a Hódmezővásárhelyi Múzeumban, akivel azóta is számos publikációban közösen veszünk részt. A nagy felületű feltárások számos eredménye közül talán az egyik legfontosabb a bonyhádi mézbetétes temető feltárása volt, ahol sikerült rögzíteni azt is, hogy ezek az edények nem csak díszítettek, hanem az edényekkel lévő motívumoknak nagyon pontos jelentése, rendszere van. Gyakorlatilag, ahogy a
fejfával mai napig jelölik, hogy ki van a sírba, férfi, nő, milyen társadalmi helyzetük volt, milyen korú volt az elhunyt. Ugyanúgy ezeken a mézbetétes eseményeken jelezték azt, hogy az elhunyt az a közösségnek milyen tagja volt, a közösségén belül milyen szerepet foglalt el. És hát ez a bonyhádi helyszín, ez egy másik levélhez kötődik, az utolsó feltáráson is 2015 óta én nem dolgozhatom terepen, büntetve vagyok, mert ezt a gótikus templomot annak idején nem voltunk hajlandók leaszfaltozni, és ebben nem vettünk részt. Viszont ez lehetőséget adott arra, hogy egyre inkább a feltárások felé, a anyagfeldolgozások felé forduljunk, illetve a régészeti, néprajzi párhuzamok értelmezésével foglalkozunk. Már korábban is törekedtem arra, hogy lehetőleg a holt régészeti tárgyakat, csontokat, cseleteket megpróbáljuk megszólaltatni, és a mögötte lévő világot kicsit megnézni, hiszen ezek a tárgyak, üzenetek, információk az egykori életről. És ezt az információt, ezt az üzenetet kell nekünk értelmezni, megérteni. Azért mondtam el mindezeket, hogy így a bevezetőben is kicsit felhívjam a figyelmet arra, hogy az a 7 darab kerámia díszített edénytöredék, ami előkerült Gorzsa cukormajornál a 80-as évek elején, azok önmagukban is rendkívül fontosak, hiszen akkor még azt sem tudtuk, hogy milyen korszakhoz tartoznak. Magyarországon ismeretlen volt ez a leletanyag korábban. Első pillanatra a kollégám, akiket megkérdeztem erről, nálam tapasztaltabb tanáraimat, ők Erdély felé, Wittenberg kultúra felé, tehát inkább a középső bronzkor felé irányítottak, hogy ott nézzek utána. Gózsán elsősorban a újkőkori település feltárása volt a középpontban, és a lelőhely erről híres. A záróban Győrbír Károly, akivel a 80-as években ástunk, és hát nagyon kedves emlékek, az ásatás vezetője Horváth Ferenc volt. Ezen a helyszínen egyébként korábban már Tompa Gabriel 1952-ben, illetve 53-ban az adott elemér is ásott, 55-56-ban, illetve 1968-ban pedig Gazdapusztai Gyula is ásott a helyszínen. Gazdapusztai ásatásából származik az az egyén, amelyet még itt a régi múzeumépület udvarán fotóztam a 80-as években, mikor a vaskori bekarcolt, nézetekes díszítésű urna. A gózsai lelőhelyen az újkőkori feltárás 9. szervényében, ott is a harmadik rétegben kerültek elő szorványosan koravaskori kerámia töredékek. És ezek közé sorolható az a néhány bekarcolt díszű, slaffozott háromszögekből induló, egymásba kapcsolódó spirálokkal díszített edénytöredék is, amelynek korábban nem ismertünk a alföldi előfordulásait. Azóta már ezek a leletek szaporodnak, és egyre jobban kezdünk megismerni ezt a leletanyagot. A tárgyak párhuzamai itt alapvetően
bennünket a meghatározásunkban és a párhuzamok keresésében. Egyrészt ezek a Strasbourg-ot háromszögekből induló egymásba kapcsolódó spirálok, másrészt a bepecsételt esmotívumok, harmadrészt pedig az úgynevezett Máltai kereszt, amelynek csak egyetlen egy kis szártöredéke maradt meg egy edény darabon. Itt látható, hogy hogy kell elképzelni ezeket a Máltai kereszteket, úgynevezett Máltai keresztek készítéseket. A bózsai leleteknek a Kárpát-medencén belül párhuzamai viszonylag jól behatárolható. Magyarország területén a mezőcsát kultúra területén található Árok-tő-Egusztán mezőcsáton, illetve Sopron Várhegyen található hasonló díszítésű edények. A mai országhatáron kívül elsősorban a szerbiai területeken, Romániában, a Duna mentén, egészen a Fekete-tenger közelében lévő vasarábi területekig követhető, illetve Bulgáriában és a Kárpátok külső részén, Moldáviában is található hasonló töredéke. Távolabbra tekintve pedig olyan leleteket találunk, ahol közel hasonló díszítések megtalálhatók, amelyek még a mi leleteinkkel is párhuzamba hozható. Ezek az Északi-tenger, a Fekete-tenger északi partvidékén lévő sztyeppei területeken fordulnak elő még, és ha azt is megnézzük, hogy milyen leletanyag kombinációba kerültek elő ezek a tárgyak, akkor ez a kör még tovább bővül, mint itt a térképen látható kis sárga keresztek mutatják, egészen a kaukázusi, a Kobán kultúrái, illetve a mai Irán területén fekvő Sziák B nevű leleteig követhető, itt elsősorban a fémtárgyak kapcsán, amelyek valamelyik lemezen a bózsai kerámiákhoz hasonló díszítésű leletekkel együtt fordultak elő. A leletek korát jól meghatározzák ezek a közelebbi és távolabbi párhuzamok a Krisztus előtti 8.-7. századra. Mindezek együttesen arra mutatnak, hogy ezek a leletek egy olyan folyamatnak, vándorlásnak a következményeként kerültek ide valamikor a 8. század második felében, 7. század első felében, amely köthető az úgynevezett kimmer népesség mozgásához, akik ebben az időszakban indultak el a közép-ázsiai területekről, és egy részük a szkíták elől menekülve a Kaukázus előttér terében telepedett le, majd onnan is tovább menekülve, tovább vonulva a Falna mentén az ott élő népeket nyomták maguk előtt, illetve másik részük a Kaukázuson átkelve Kis-Ázsiába élt hosszabb belület ideig. A Fekete-tengertől északra haladó csoportjuk nyomta maguk előtt azokat a népeket, amelyeknek tulajdonképpen mint egy lenyomatát
találtuk meg a borsai megharcolt bemecsételt kerámia törvényeket. Tehát ehhez a népmozgáshoz, ehhez a folyamathoz köthetőek ezek a leletek. Miért rendkívül fontos ez, nem csak a borsai leletek számára szempontjából, hanem az egész európai történet szempontjából. Ez lesz az időszak, amikor egész Európa megváltozik, a kialakult vastagkultúra átfogja Európa nagy részét, és teljesen új szokások, rítusok, leletanyagok, tárgyak jelennek meg Európa szerte. A borsai leletek párhuzamainál jól látható zömében halomsírokból, vagy halomsíros temetőhelyekről, vagy azok környezetéről, azokhoz tartozó temetőzésekről kerültek elő. Ez a fajta halmos temetkezés, ami ebben az időszakban megjelenik, gyakorlatilag Közép-Ázsiától az Atlantikumig átfogja a teljes területet, nagyjából hasonló ritus szerint, hasonló berendezéssel temetik el a halottakat, nagyon gyakran lovakkal, kocsival, lazva felszereléssel. A berendezés is nagyon hasonló az edényeket tekintve, a halott kerülettől kezdve, minden egyéb tárgyal, ékszerrel. Az egyik ilyen sír például, ami jól reprezentálja ezeknek a gazdag berendezését, a törökországi Altintepénél látható, található halomsír, melybe Krőzus, akiről ugye a gazdagság fogalma is rögtön eszünkbe jut. És ebben a sírban jól látható a berendezés, itt van a halotti keretet, viszonylag egyszerű ágy, de mégis díszítve, és az a gazdagság, amely ezeket az embereket kísérte. Ez a gazdagság egyben jelzi azt a hatalmas gazdasági koncentrációt is, és hatalmat, ami az ő kezükben összpontosult. A Kusaki Múzeum kiállításán láthatók ezek a tárgyak, meg jól reprezentálják Krőzusnak a nem csak mondabeli, hanem valós gazdagságát. A másik nagyon érdekes, és talán még ennél is fontosabb és gazdagabb sír, ugyancsak Törökországban, Gordióban került feltárásra. A több mint 50 méter magas, 300 méter átmérőjű sír közepén volt a sírkamra, amelyben szintén kereten ott volt a halom, és körülötte a hihetetlen mennyiségű edények, a hatalmas üst, a vendégek által valószínűleg a temetési szertartáson otthon jött és egy kis vászonzsákba összegyűjtött ruhakapcsolótűk figurák, és ezek az edények pontosan elárulják nekünk azt, hogy itt a szertartás során nagyon meghatározott rendszerint folyt az ételek, italok elkészítése, felszolgálása. Hiszen itt is nem csak a tárgyakat kell nézni, hanem az, hogy mi mire használta. És a díszítésekben is sok olyan motívumot láthatunk, amely aztán évszázadokon, évezredeken keresztül tovább él, de korai ábrázolásai már itt megfigyelhető. És ezek a motívumok
nem csak egyszerűen ábrázolások, hanem mindig jelentésük van, tartalmuk van, egy adott kultúrkörön belül pontosan meghatározó tartalommal, üzenettel bírtak. Feltűnnek ezek a üstök elég széles körben, és ezeknek a különböző változatai, a nagyméretű bronzból készült bográcsok, amelyek a lakoma ételének, italának elkészítését leszolgáltak. A kerámiák között megtaláljuk a bepecsételt esmotívumot is, amivel ugye a korzsélyleteken is találhatom. A különböző saffozásokat, bekarcolásokat, egymásba kapcsolódó spirál készítéseket. Gyakorlatilag ebbe a világba utalnak vissza a mi leleteink is, ebbe a kulturális körbe. A gordioni sír azért is különleges, mert itt az oxigéntől elzárt környezetben kivételesen jó állapotban megmaradtak a bútorok is. Mint látható, gyönyörű szép intarzinás asztalok, reprezentálták a tulajdonosnak a gazdagságát. A sírban lévő leletek, mint említettem, a halotti tor, a hozzátartozott lakoma lenyomatai. Azonban, ahogy a borzsai leletek párhuzamai elvezettek bennünket a Kaukázusba, érdemes egy kicsit a mai Kaukázusba is elmenni, ahol olyan népek élnek, akik a bronzkori visszanyúló szokásaikat a mai napig megőrizték. Az egyik ilyen népcsoport az oszétek, akikhez egyébként nekünk is nagyon sok közünk van, hiszen a magyarországi letelepedő jászok, ők közül szakadtak ki a 13. században, és telepedtek át a Kárpát-medencébe. A Kaukázus szűk völgyeiben a mai napi megőrizték azokat a szokásokat, amelyeknek a lenyomatait mi az ásatásokon csak csontok, cserepek, oltárgyak kérében találjuk meg. Ott ezeket meg lehet szólaltatni. A megközelítése mindig egyszerű, mint látható, az utakat, ezek a szűk völgyekbe meredek sziklákunk, anyagú utakat, a kőomlások, lavinák gyakran teljesen eltodraszolják, elviszi. De éppen ez a fajta elzártság is segítette azt, hogy ez a terület viszonylag érintetlenül meg tudott maradni. Sem az iszlám, sem a török, sem az orosz vagy szovjet hatalom igazából nem tudta megtörni az itteni szokások boltonosságát. A temetkezési szokásai közül különlegesek ezek a sírépítmények, ahol egy-egy családnak hosszú időn keresztül ott vannak a hozzátartozói, nagyon jól mumifikálódott, konzerválódott állapotban. Igazából nagyon jól lehet kutatni. De hogyha letérünk a futamtól, és itt egy kis élményemet szeretném megosztani, amikor az erdőben áldozóhelyek, koponyák,
láthatók minden felé, és amikor egyik alkalommal az egyik ünnepségre igyekeztünk, mielőtt beléptünk volna a földbe, mi is megálltunk, emlékeztünk, és hogy ők emlékeznek ők, hogy mondanak imát és áldomást, nézzük még ezt a kis videót. Altája, Dunáj van, Badertoktásba kapta a díszakit. Tévesztettem, szerettem volna vigyatni. Nem igaztam, meg kell várnom, ami a többiek isznak, mert csak három pohár lehet az asztalon. Tehát hiába vagyunk négyen az asztalnál, én majd akkor kapok, ha az öreg egy hitta. Csak három lehet az asztalon. Mindig, mindenből három. Így érti meg az ember a háromlábú széket, a háromlábú asztal körül a három széket, és a hármas terítéket. Я мала стержин на каждый год запахнул. Я горжусь на вас. Ай, на бедат так энерга, че в зари роста. Ай, та буда хитан. Ай, да умеку вам, давай курам хординатта. Na bedarta vasárcsi, a dudarta mazsar. Új, strúnyel karom. Amen, amen, a mint a ide alá is mondtam, minden pillanatokat meghatározzák a szabályok, a diplomári szigorúan kötött rendjegy. Náluk a hármas szám a szerencse szám, a kettő az a halált jelenti. És ennek megfelelően mindig törekedünk arra, hogyha ünnepelnek, akkor három teríték kerüljön az asztalra. Három, vagy mindenképpen váratlan számú vendég legyen. És hogy ennek hova nyúlnak vissza a gyökerei, és milyen messzire, a gozsai leleteinkkel nagyjából egyidős kován kultúra tárgyain, szintén otthon a Máltai kereszt találkozhatunk díszítésnek ezzel a formájával. A tereten pedig a mai napig állnak azok a hatalmas sztélé kőemlékek, amelyeket ebben a időszakban emeltek. És nagyon sok olyan szokás leletenek terjedte Európa szerte, amelynek a korai előfordulását itt a Kaukázus területen is megfigyelhetjük. Itt most csak egyetlen dolgot emeltem ki, egy bronzövet, amely a Kaukázusban került elő, Tli temető sírjában, illetve egy hasati, hasonló szerkezetű bronz lemezövet. Ezek a tárgyak jól jelzik, hogy itt nem csak tárgyak, hanem szokások, kultúrák, a mögöttes tartalom is nagy területeket ível át, és korszakokat is. Hiszen nekünk is ismerős lehet ez az ábrázolás, ahol egy szarvasra vadászik az íjász, de jól látható, hogy a szarvasba nem áll bele a nyíl, nem sérti meg, nem tud vele vadászni. És ha figyelmesen megnézzük az ábrázolást, az is látható, hogy ez nem akármilyen szarvas,
mert ez egy olyan hímszarvas, aminek szarvon agancsa van ugyan, de valójában ez egy tehén, egy ünnő. Ez ugyanaz a csodaszarvas legenda, amivel aztán később, ezer évvel találkozunk, több mint ezer évvel, találkozunk a magyar ősmondákban is. Ezek a mondák napjainkig tovább élnek ezen a területen, és talán ezért is érdemes fölmászni a szent barlangjainkba, ahol az áldozatoknak a nyomait mai napig meg lehet figyelni, mint itt a Zadaresztinon a barlangjában, ahol számunkra szinte elképzelhetetlen mennyiségű és megőrződött áldozati anyag van. És nem lehet tudni, hogy ez 10 éve, 100 éve vagy 1000 éve gyűlik mindez hatalmas halomban. És azok a tárgyak, amelyek végig akár a Kárpát-medencében, akár a Sztyeppén, egészen a Kaukázusig, Irányig, a Pazirikig követhetően látunk, hasonló ábrázolások mögött, hasonló elgondolások, hasonló képzetek húzódnak. Ezt nem mindig tudjuk értelmezni. És ez pontosan azért van, mert nem ismerjük azt a kultúránk eléggé azokat az üzeneteket, amelyeket ezek a tárgyak hordoznak. Erre csak egy példát hoznék föl, ez a szarvas, amit nagyon sokszor úró, repülő, látható szarvasnak írnak le a régészeti szakirodalomban. Most a szarvasnak ilyen áttartása soha nincs a természetben, és hogy világos legyen, hogy itt nem ugró, nem vágtató, repülő szarvasról van szó, talán nem csak a bemutatott fotók, ahol éppen egy autó előtt próbál átugrani a szarvasról, egészen más a láptartása, de az, hogy vaddisznó és ugyanilyen láptartással van, az gyanús sem teszi, hogy ez mégsem repül annyira, hanem valami másról van szó. És ha megnézzük itt az állatáldozatokat, amit a mai napig ugyanúgy végeznek, mint évezredekkel ezelőtt, annak a rendjét, a szertartását, ahogy megáldják a fűzsülisztát, az emlékező, megáldja az állatot, mielőtt levágják, és természetesen sörrel mondja az első imád, és ahogy ledöntik az állatot, és gyakorlatilag 22 perc alatt innentől kezdve az egész állatot feldolgozzák, hárman, begyakorlott mozdulatokkal, ahogy húsba kötik. Na most ez az a pillanat, ami látszik a szarvasábrázolásoknál, a vaddisznónál, a durnál, tehát a különböző áldozati állatoknál. Tehát ez az a mozdulat, ami miatt a láptartás rendellenes helyzetbe kerül, és ezt ábrázolják a képek. Tehát nem repülő vágtató szarvasok vannak például, amit az előbb mutattam, hanem áldozati állatok bemutatásáról van szó. Tehát egészen más tartalma nyert az egész. Ezt most nem részletezném, hogy hogyan várják le az állatot, de minden egyes hozzanatnak megvan a maga jelentősége. Például itt a hájba csomagolják a szívet, májat, vesét, és ezt egymásra szúrják. És hogyha valaki visszaemlékezik arra a középiskolai tanulmányaiból, amikor Patroklosz temetésénél
ugyanezt leírják, hogy hányba fekeri a sütni való szívet és áldozatot mutatnak be, ugyanezt az áldozatot mutatták be annak idején a görögök is, mint amivel itt találkozunk. Csak hát itt meg lehet figyelni, és meg lehet kérdezni, hogy miért van. Meg lehet szólaltatni a több ezer évvel korábbi régészeti tárgyakat is ilyen módon. A lakomasztalnál nagyon szigorú rendszerint mindig a legidősebb ülő az asztalfőn, aki egyébként részre Budapest ostromában is, tehát a magyarokat különösen nagy szeretettel köszöntötte. Előtte a három lepény, a világ három vételét jelképező lepény, ami a teljességet jelenti, és a koponya, amelynek itt lehet látni, hogy hiányzik a füle. A füle azért hiányzik, mert azt a legfiatalabb kapta. A legfiatalabb is egyébként az asztal végén, aki még odaülhet ilyen 50-60 év körüli, de azért kapja, hogy figyeljen, füleljen az öregek szavaira, hogy tovább tudja majd adni. És ugyanígy megvan, hogy kinek jár a lábszár, kinek jár a nyelv, kinek melyik testrész jár. És a fiatalok hihetetlenül nagy tisztelettel vannak mindig az idősek iránt. Nagyon szigorú rend, etiket, szabályrendszer szerint viselkedik mindenki. Jól látható itt a képen is, amint Kazdan Gulájev engedélyt kér arra, hogy elvégezhesse például a fiataloknak a befogadását, hiszen ebben a közösségben csak akkor kerülhetne valaki, ha vált a közösség tagjává, hogyha megvolt a beavatása. Minden évben a született gyerekeket elviszik, megáldják és befogadják jelképesen is a közösségbe. Ennek rendkívül nagy jelentősége van. Nagyon szépen felöltöztetik a gyerekeket, ugye nagyon sokan már távol laknak, és amikor el tudják vinni a szülőfalujukba, akkor visszaviszik a gyerekeket, felöltöztetik, és ott megtörténik a beavatás. Nagyon érdekes, hogy ezen a szent helyen van egy pravoszláv kápolna, amit egyébként csak arra használtak, hogy a lakoma asztalai székeit tárolják benne. Van külön Gyorgyuvának egy szentélye, Szent Györgynek, Masztercsinek, és igazán nem akarják a szertartásokat. Jól látható, hogy egy hosszú láncot csókolnak a kapaszor, a kukhoz, és iszta a főitalokból. És ez a hosszú lánc nem más, mint a kőszegház. Nagyon sokszor ezt ásatásokon is megtaláljuk, ezeket a láncokat, de nem tulajdonítunk nekik különösen nagy szerepet. Pedig ez a lánc jelenti az egész közösséget, ez egyben például a vérkoszú esetén, ha valaki, a menekülő megfogja ezt a láncot, akkor a család köteles befogadni, és véget ér onnantól kezdve a vérkoszú. Tehát ennek a láncnak nagyon-nagyon nagy közösség összetartó ereje van, nagyon jelentős a szerepe a közösség életében, és ezért van az, hogy a szentélyben erre a láncra tesznek esküt, és ezzel avatják be őket, a szülőket, és utána szépen sorba a gyerekeket is. Ezekben a közösségekben a legutóbbi időkig
saját törvények uralkodtak, és ezek nagyon szigorúak voltak. Az egyik ilyen büntetés, amit Tuganov nemzeti festőjük festett meg, hogy egyszerűen az úgynevezett kutyás sziklájáról lehajítják. A Kazbek éppen mutatja a helyszínt, hogy innen lehajítják, és gyakorlatilag ezzel el volt intézve a dolog, tehát nem sokat teketóriáztak, ha valaki megszedte a szabályaikat. Vagy kiközösítették, ami azonos volt a halállal, hiszen a hegyek között egyedül nem tudott megélni, megmaradni. Szentünnepeiket ma is megtartják, és itt látható, hogy szintén sörrel mondják az első imát, a levényből harap a fiatal ember egy falatot. Mindig ezek a szertartások túl látható, hogy az idősekről, fiatalokról együtt szól, hogy legyen folytatás, hogy tovább vigyék. És ezeknek a szertartásoknak rendkívül fontos eleme az étel, ital, amiből mi az ásatásokban ugye legfeljebb az edénytöredékeket, csomagolványokat találunk meg. Itt megfigyelhető az is, hogy hogyan készítik el ezeket az ételeket, italokat. Nem csak a megfőtt húsokat tálalják föl, hanem ami legalább olyan fontos, a sör megfőzése, a levény elkészítése, ennek a felszolgálása, itt amikor megérkezik a szent helyre, érdemes megnézni a lábukat is, hogy a szent körzetben mindenki mezitláb megbe. Hozzá a három lepény, rajta a három marmoroldal megfőzve, és először körbe járják háromszor a szentét, úgy érnek majd be, és kezükben hozzák a sört, és a szent helyen énekelnek, táncolnak, ez fönt van, majdnem 3000 méter magasságban egyébként. Ez a hol itt vagyunk, és ezekre a szent helyekre viszont nők természetesen nem léphetnek be, mai napig sem. A nők egy külön, egy közeli légyben várkoznak addig, amíg a férfiak elvégzik az imányokat, végeznek a lakomával, és utána természetesen fiatalok azért találkoznak, táncolnak, megkezdődik a táncolatosság. Illetve megvannak külön a női szentélyek is, mint itt látható ez a fiatalasszony a kislányával, illetve a születendő babájával járja körbe egészségükért a szent kis szentét. A lakomán férfiak gyűlnek össze, és annak ellenére, hogy hihetetlen mennyiségű ital van, lakomán részeg embert még nem látta. A lakoma nem az egészségvásról szól, hanem nagyon komoly imák vannak. Egy alkalommal, amikor már 20-valahányadik imánál és ennyi pohár aratnál tartottunk, akkor megkérdeztem, hogy hány lesz még, mert már úgy kezdtem fáradni. És mondták, hát 7x7 az 49, de ha nem menni, kezdik előre. És itt nagyon fontos annak betartása, hogy mit, milyen sorrendben csinálnak. Mert ezek az évezredes rituálék egyben tapasztalatok arra, hogy hogyan lehet megvédeni magunkat attól, hogy nehogy túl sokat együnk, túl sokat ígyunk. Tehát meg van határozva azt, hogy mikor, milyen darabját lehet enni a húsnak.
mikor kell egy marék fagyút megenni az asztalról. És ennek, aki ezt a sort betartja, az gyakorlatilag végig tudja csinálni, és hát aki nem, azt egyébként ki is nézik magukhoz. A mai napig, és számunkra ez különösen érdekes, ezt majd más szempontból is, főzik a szent sört, hiszen az első imát mindig azt sörrel mondják, ma már gyakori az alak is, ez az égetett szesz, vodkához hasonló égetett szesz, azonban a hagyományos ital az a sör, és a sört a hétköznapokban ugyan a nők készítik, de a szent sört csak férfiak készíthetik el, mint ahogy a szent állathoz is a férfiak vonatnak. És ezek a szokások, ezek az edények jól látható, hogy egész Európában, ebben az időszakban elterjednek ezek a nagyméretű bronz vödrök, szitunák különböző formái, ugyanúgy Itáliában, az etruszkoknál, vagy a harskat kultúra területén, kicsit a Kertáknál is megvesznek ezek az edények, vagy a Kárpát-medencében állnak a hajmoszörvényi típusú szitunák, és a bográcsok, rendkívül sok helyen megjelennek, és hogy ezeket hogyan használták Irántól Nyugat-Európáig, arra azért is érdemes odafigyelni, mert sokan azt gondolnák, hogy az, hogy ki mit iszik, hol mit fogyasztanak, milyen italokat, ez égkarat függő. Nem. Ez kulturálisan meghatározott. Jól mutatja ez a térkép, ha megnézzük bal oldalt, hogy hol vannak sörös területek, és hol vannak boros területek, hogy lehet látni, hogy északra is délés van mindegyikből, ami mutatja, hogy nem az a meghatározó, hogy milyen földrajzi évkör alatt vannak, hanem bizony ezek sokkal mélyebb kulturális hagyományokra nyúlnak vissza. És a sörkészítésnek az eszközkészletét érdemes megnézni a szempontból is, hogy nagyon sok olyan régészeti leletünk van, aminek korábban nem tudtuk a rendeltetését. Számos cikk született ezekről a kis lapátkákról, melyek gyakran sírokból kerülnek elő, vagy rituális fejszéknek meghatározott lemez élő bronztárgyakról, amelyek nem másra, mint a maláta pirítására szolgáltak, vagy a sör keverésére, és tulajdonképpen ezért kerülnek majd bele a sírokba is. Egyébként a sör feltalálása az egyik nagyon fontos dolog volt, amely az ő ősanyjukhoz, Satanához kötődött. És magának a sörhöz felhasznált komlónak, komló növénynek az ábrázolásával széles körben találkozhatunk, és nagyon hosszú időn keresztül az iráni népeknél ez egy nagyon jellegzetes motívum. Itt lehet látni 8. századi kőztéléken, amint valami tobozszerű termést gyűjtenek valami indáról, illetve azokat a vödröket, amelyek az iráni domborműveken is megtalálhatók, és a Kárpát-medencében Európa jelentős részén szintén elterjedtek itt a 7. 6. században, amikor számítása került. Illetve a fizikai aranykincselő hármas díszítés, ahol az áhozati túl, illetve a szarvas körül egy indadész fut, és hát ezek az indadészek számunkra azért is érdekesek, hiszen megjelennek az inda is, a komódóhoz ábrázolása is a konfigurálásai leleteinkben majd. Hogy miért van mindez, arra az ő mondáink világítanak rá,
említettem Satanát, az ősanyukat, mondom el ősanyukat, aki feltalálta a homlózott sört egy véletlen folyamán. És ebben, ezekben a legendákban, Martekoszokban olvasható az is, hogy az így megalkozó balfag kerekét egyedül a kongóinak volt képes megállítani, mikor Foszlánt, a mart harcost el akarta pusztítani. Vagyis ez a háló, amely egyébként megjelenik már a Gilgamesekhozban is, ez a háló, védőháló, amely a kongóból készül, ez képes elhárítani a veszélyt, és ilyen módon, és ezért kerül rá például a honfoglásról, a tarsolnemezeinkre, pajfonatról, tehát ennek bajerállító szerepe van, jelentése van. Ezeknél a népeknél minden egyes apró jelzésnek, tárgynak, motívumnak megvan a maga jelentése, amit ők pontosan tudtak. Mi a saját ismereteink alapján, saját környezetünk dolgaink alapján nem mindig figyelünk erre megfelelően, ezért is érdemes elmenni olyan területekre, ahol ezeket még használják. És visszatérve a borzsai leletekhez, igaz, hogy csak néhány kerámia került elő. Három motívum típus az, ami jól követhető itt Európa, különösen keleti felé, egészen kaukázusi irány kapcsolatrendszerében. De az a népmozgás, az a történeti folyamat, amelynek ez mint egy előszereként ide került Hódmezővásárhely határába, az olyan mánikható következményekkel járt, aminek egyik eredménye az, hogy Törökországban ugyanúgy láthatom a lavas kenyeret sütő, kemencében kenyeret sütő asszonyokat, mint a Müncheni főpályaudvar 200 méterre, ahogy készítik a kenyeret. Napjainkban ezek a migrációs folyamatok saját magunkra megtapasztalva még jobban érthető. Ahhoz, hogy ezeket igazából meg tudjuk érteni, éppen az ilyen borzsai leletek szükségesek, hiszen ezek világítanak rá ezeknek a történetiségére, hogy hogyan mentek ezek évszázadokon keresztül, évezredeken keresztül ezek a folyamatok, és hogy mennyire fontos lenne ezeknek a folyamatoknak a mélyen megismerése ahhoz, hogy modernezni és befolyásolni tudjuk a jövőbeli dolgokat is, nem csak a holttárgyakhoz, hanem ezeknek a további régészeti és néprajzi párhuzamaihoz is érdemes visszanyúlni. És búcsúzóul szeretném megköszönni a figyelmüket egy oszétiai regősnek, az énekes, zenés történet mondásával, hogy érthető legyen az, hogy hogy tud ez évezredeken keresztül ez a hagyomány fennmaradni, hiszen ő közvetítik, ott van egy gyerekek, ezt hallgatják, tanulják, bízom abban, hogy nekünk is lesz lehetőségük arra, hogy a saját kultúránkat továbbadjuk, és meg tudjuk őrizni. Köszönjük a gyerekeket! Ирштандам хорж баштава нахадак хадан савам сапарх канам фашаранта сапарх канам аладанта ирата аланте каштанта Shut up, I'll eat it up.